Sziasztok! Monostori Tibor vagyok, ez a Salt Lake Hungary. Iratkozz fel a csatornámra, hogyha tetszenek a videók. A mai kérdésünk, megjövendőlte a Biblia Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úr eljövetelét és csodálatos cselekedeteit? Természetesen nagyon másról nem is szól ez a kötet, mégis ki fogok ma emelni három részt, amelyik nagyon világosan, nagyon egyértelműen és már-már cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy igenis a Biblia előre látta doktor miniszterelnök úr csodálatos evilági működését. Az első az Ószövetségben található, a Királyok első könyvében, 18. rész. Ez a Kármelhegyen játszódik, és itt Illés próféta egy híres és látványos istenítéletben legyőzi a hamis profétákat. Olvassátok el az egész történetet, ha szeretnétek. Több okból is egészen nyilvánvaló ez a profécia. Egyrészt maga a miniszterelnökség és a kormányfői hivatal Orbán Viktor akaratára került a budai várba, mégpedig ott is a Karmelita kolostorba. Ugye a Karmelita rend pedig Kármel hegyéről kapta a nevét, ahol Illés próféta legyőzte a hamis prófétákat. Nyilvánvalóan Orbán Viktor élete, ez az éles látó, a jövőben mint egy varázslóként előretekintő politikus életének minden perce a hamis proféták elleni küzdelemről szól. De van ennél egy sokkal nyilvánvalóbb egyezés is. Mi lehet ez? Hányan voltak ezek a hamis proféták a Bibliában? Nos, éppen 450-en. Miért fontos ez a szám? Nos, talán emlékeztek, hogy ez az egész jelenlegi jogállamisági eljárás, pénzmegvonásosti, a brüsszeli csinovnyikok Magyarország és Orbán elleni neomarxista lejárató kampánya mikor kezdődött? 2018-ban a Sargentini jelentéssel, amit az Európai Parlament nagy többséggel szavazott meg. De vajon hányan szavaztak Magyarország ellen? Nos, éppen 450-en. Pontosan annyian, amennyien a hamis proféták voltak. Ebből 448-an ténylegesen magában az Európai Parlamentben szavaztak Magyarország ellen. Ehhez természetesen hozzá kell vennünk Soros Györgyöt és Gyurcsány Ferencet, akik ezt az egészet kitervelték és a háttérben a szálakat mozgatták, és akik úgymond az Európai Parlamenten kívül szavaztak Magyarország ellen. Így kijön a bűvös szám, a 450. Ez a 450 hamis proféta az, akit nemzeti kormányunk és az élen doktor miniszterelnök úr azóta is újra és újra legyőz. Adja az ég, hogy ez így is maradjon. A második példa a Jelenések könyvéből van. Pont ez az apokaliptikus könyv ne tárgyalná részletesen a mindig olyan szépen, fényesen kinyalt, fes, fiatalos miniszterelnök úr életét? A bőség zavarában egyet mondok. Mindjárt a Jelenések könyve legelején van egy látomás, a legelső látomás, és ez így szól. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, az ember fiához hasonlót láttam. Most figyeljetek! Mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Ez a profécia, ez is nagyon érdekes, nemrég teljesült be. Amikor a doktor miniszterelnök úr idén, 2022. szeptemberében kapott egy jól meg és kiérdemelt állami kitüntetést a szerb elnöktől, amelyet a világtörténelem és a konzervatív forradalom olyan óriásai, küklopszai kaptak meg, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, vagy a kínai elnök, nem nagyon kell csatálnom a tökéletes egyezést, a harmóniát, Isten igéjének, akaratának, végzésének a tökéletes kifejeződését doktor miniszterelnök úr személyében. A harmadik példa, vagy profécia pedig egyenesen a mi úrunk Jézus Krisztus szájából hangzott el, mint egy 2000 évvel ezelőtt, és a tanítványok jutalmáról szól. Márk evangéliuma 10:28. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Nem nagyon kell mondanom, hogy nyilván itt a házat és szántóföldet mai értelemben kell venni, tehát szállodalánc, állami pozíciók, cégtulajdon, offshore vagyon.
Nyilván, aki dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr tanítványává szegődik, az ezekben a csodálatos jutalmakban részesül. Látjátok, újra és újra megelevenedik a múlt, és olyan csodálatos, ahogy összekapcsolódik Isten igéje dr. miniszterelnök úr személyével, kijelentéseivel, csodálatos tetteivel. Hosszan sorolhatnám még a proféciákat, de legyen már elég ennyi. Olvassátok a Bibliát, fedezzétek fel ti is ezeket a kincseket, nagyon vigyázzatok magatokra, dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig ragyogjon tovább. Áldás, békesség!